Szervusz Zoltán, Isten hozott a pénzügyminisztériumba. Nagyon megbecsüljük azokat a cégeket, akik itt a járvány időszakában is fejlesztenek, meg beruháznak. Azt hallani az emberektől, hogy nagyon örülnek annak, hogy felújíthatják a lakásaikat, és azt gondoljuk, hogy ezzel nőni fog a forgalmunk, és ez a gazdaság növekedését segítheti. A járvány második hulláma okozta rendkívüli helyzet miatt a Szatmári cégcsoport 1 milliárd 360 milliós beruházását rendhagyó módon adtuk át. Szatmári Kft. Jászberény telepein 185 ember dolgozik jelen pillanatban. A kormány a járványhelyzetben is elkötelezett a munkaalapú gazdaság mellett. Az új gazdaságvédelmi intézkedések célja, hogy támogassuk a magyar munkaadókat abban, hogy folytatni tudják tevékenységüket. Ennek egyik eszköze a nagyvállalati beruházás támogatási program. Ebből a keretből nyert 680 millió forint támogatást a Szatmári Kft. Is új automatizált raktárbázisának megvalósításához. Sikeres magyar nagyvállalatról van szó, amely kisvállalkozásból nőtt fel országos céggé. Gratulálok munkájukhoz, és ismét megköszönöm azt a segítséget, amelyet a tavaszi járványhelyzetben nyújtottak a rászorulóknak 19 tonna liszt és 6500 liter tej adományozásával. Összefogással rövidesen magunk mögött tudhatjuk a járványt. Addig is folytatjuk a beruházások támogatását, az adók csökkentését, a munkahelyek védelmét segítő munkát.